Közügyek. Hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Terik a podcastja. Vendégünk a stúdióban Dulibán Lászlóné Judit, aki Miskolc város városnapján Névódiat kapott. Menjünk vissza a kezdetekre. Ön ugye 82-től dolgozik az egészségügyben, jelenleg is a Miskolci hospiszházban, házban főnővér, teljesen a kezdetektől. Na ide menjünk vissza valahogyan. Hogyan került oda, hogyan lett egyáltalán egészségügyi dolgozó, és meséljen nekünk a munkájáról. 1982-ben végeztem a szakközépiskolában, és érettségi után elköteleztem magam a Szemávesz kórházban, a belgyógyászati és hematológiai osztályon. Ott dolgoztam 13 évet, és ebben az időben már több alkalommal kiderült, nem csak számomra, hanem mások számára is, hogy valahogy nyelven van azokhoz, akik uh, ilyen rosszindulatú betegségben szenvednek. Tehát a gyógyíthatatlan uh, betegek? Igen, tehát ugye ez egy belgyógyászati és hematológiai osztály volt. Voltak általános belgyógyászati betegek, és voltak daganatos, illetve uh, hematológiai betegek, a leukémiás betegek. És hogy sokkal... Uh, jobban tudtam őket vezetgetni, beszélgetni, egy kicsit segíteni, akár lelkileg is, mint a rendes, rendes belgyógyászati betegekkel, akik bejöttek egy gyulladásos folyamat, vagy egy kivizsgálásra. Persze őket is kellett egy kicsit támogatni, de valahogy azokat, akik a leukémia akik pont leszálló ágában voltak, vagy, vagy a daganatos betegeknél, hogy sokkal szívesebben ültem oda melléjük beszélgetni, egy kicsit, egy kicsit elterelni a gondolatokat, egy kicsit megismerni őket jobban. Néhány konfliktusom is volt pontosan ebből, mert ott nem volt munka a beszélgetés. Aztán tovább tanultam, elmentem a főiskolára, és, és szakoktató szakon kezdtem tovább tanulni, mert azt gondolta akkor a kórházvezetés, hogy kialakít tankortermeket az egyes nagyobb osztályokon. Így a belgyügyeszaton is volt három tankorterem, meg a sebészetre is kialakították, és akkor én lettem a tankorteremnek a vezetője, ami azt jelentette, hogy a gyakorlatra kijövő szakközépiskolásokat fogadtuk, és akkor ott mindent a kezükbe adtunk, tehát tulajdonképpen úgy dolgoztak, mint a nővérek, csak állandó felügyelettel. Én néztem, én mondtam, hogy mit kell csinálni, ők pedig csinálták, én pedig figyeltem, hogy, hogy, hogy kézzel fogható legyen az, amit, amit megtanulnak. Részben azért, mert könnyebb lesz megtanulni az elméleti részét, hogyha már látta, ha fogta, hogyha ha, végignézte magát a procedúrát, és tulajdonképpen ezzel egy könnyebbséget szereznek a tanulók. Ezt követően két fiam született, és utána nem akartam visszamenni a belgyógyászatra. Na. Miért? Hát részben azért, mert, mert nehezen toleráltam a konfliktusokat, ami a személyiségemből fakadt. Tehát, hogy ön le akart ülni a beteg ágyához, igen, és hogy ez nem volt több... igen, 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 tehát az, hogy, hogy ott minden, testileg mindent megadtak a betegnek, tényleg. De lelkileg, lelkileg is szükség volt. Nem. És hogy, hogy, mindig azt mondták, hogy elkényeztetem a betegeket, mert hogy ha, ők, ha én elmegyek, akkor tőlük ugyanazt várják, mint, mint tőlem kapnak, és hogy ezeket én nagyon nehezen toleráltam. És akkor voltam harmadéves a főiskolán, amikor, amikor ö, vissza akartam jönni, és akkor ápolás igazgató azt, hogy Novák Piroska felhívott, és azt mondta, hogy jó, akkor gyere, van két lehetőséged, választhatsz, vagy itt maradsz intézeti szakoktatónak, és akkor te fogod bevezetni az ápolási dokumentációt, vagy itt nyílik most egy osztály, úgy hívják, hogy hospice, mehetsz a főnővérének. Hát azt sem tudtam, mi a hospice. Egyáltalán nem voltam. Ez, de nem csak én nem voltam, hát senki nem volt. Előző évben a Simkó főorvos úr és Gecsa voltak azok, akik, akik képződtek ez irányban. Hát és... Simko doktor ő mai napig is a hospice-nak a főorvosa, a Gecsa Attila, ő pedig egy református lelkész. Így van, így van, de hát ő sem szakadt el teljesen az egészségügytől, mert ő is ott dolgozik a megyei kórházban. És hát akkor én könyvtároztam, utána néztem, utána olvastam, és hát mielőtt megnyílt volna a ház, kaptam a feladatot, hogy akkor be kell rendezni, meg felügyelni kell az építkezését, meg, meg dolgozókat kell betanítani. Tehát ezek voltak az én akkori feladataim. És hát őszintén megmondom, hogy sokkal boldogabban vállaltam ezt, mint a szakoktatói feladatokat kellett volna csinálnom. Úgyhogy 95 őszén megnyílt a ház tíz ágyjal, és mi nagyon boldogok voltunk, mert amit külföldön láttunk tanulmányúton, Lengyelországban, hogy hogyan működik a hospice, abból szerettünk volna egy kicsit összegyúrva valami hasonlót a alakítani. Lennyi, hát mi volt a cél, amikor itt Miskolcon is létrejött? Miskolcon <laughs> akkor volt egy közel százágyas krónikus osztály, és nagyon méltatlan körülmények között voltak a betegek. Volt 14 ágyos kórterem, és hát az és természetesen kevés volt a, az orvos és a nővér létszám, hiszen ahogy ma is, úgy idején is úgy gondolták, hogy a krónikus osztályokra nem kell annyit áldozni semmilyen tekintetben, mint az aktív osztályokra hát adott volt a dolog, hogy egy olyan betegség csoportnak, mint a daganatos betegek, akiknek folyamatosan romlik az állapotuk, egyre több meg több panasz és probléma jelentkezik, hogy ezeknek kialakítsanak egy, egy, olyan helyszínt, amit ma hospice hívnak, ahol nem csak testileg, hanem lelkileg, spirituálisan is támogatni tudják az utolsó percig igen, a hospice a szemléletében benne van valahol, olvastam, hogy ugye fogják a beteg kezét az utolsó pillanatig, tehát amikor egy beteg haldoklik, és már csak percei, órái vannak hátra, akkor önök leülnek mellé, és ott vannak vele. Leülünk mellé, hogyha nem tudjuk a hozzátartozókat behívni. Vannak esetek, amikor amikor ez látszik, hogy, hogy nem sok ideje van már a betegnek, akkor be tudjuk hívni a hozzátartozót, hiszen általában nem ránk van szüksége, hanem a hozzátartozójának a készfogására, amiből előtt meríthet. És ilyenkor behívjuk a hozzátartozót, kicsit ö, megtanítjuk, kicsit segítjük, támogatjuk, hogy mégis hogyan kell beszélni, hogyan kell viselkedni az utolsó pillanatokban ezekkel a betegekkel. És hát persze, hogy ha valamiért nem tudjuk a hozzátartozót behívni, mert nagyon messze lakik, mert hirtelen váratlanul romlott a helyzet, akkor természetesen igyekszünk pótolni őt. Azért ezek nagyon nehéz feladatok, nagyon nehéz percek lelkileg. Mennyire viseli meg a nővéreket egy-egy ilyen eset? Hát természetesen mi is szoktunk sírni. Tehát mi is elsiratjuk betegeink. Mi is úgy vagyunk, hogy van, akihez közelebb állt, van, akihez távolabb, ugye attól függően, hogy, hogy hány alkalommal találkoztak. A hosszabb időn át bent lévő betegek azok azért hozzánk nőnek. A, az egy-két napos betegekkel van, aki nem is találkozik. Tehát igazából, igazából mindig azt keressük, aki a legközelebb áll hozzá. És hát tényleg azt mondhatom, hogy mi valahogy különcök vagyunk, vagy más, másak vagyunk, nem különbek, másak vagyunk, mint a más osztályon, mert, mert mi igazán közelről támogatjuk a betegeket. Tehát odaülünk az ágyába, megöleljük őket, ha, ha úgy adódik. Tehát igazából azt gondolom, hogy nagyon közeli kapcsolatot tudunk kialakítani velük. Ezt tanítják valahol? Ezt mi tanítjuk egymásnak, illetve hát a, a régiek a fiataloknak, illetve van ö, kötelezettségünk egy ö, 40 órás ö, hospice alaptan alaptanfolyam, amin azért van ö, kommunikációs tréning, van egy kicsit a, a viselkedés, az empátia fejlesztés is ebben a, a 40 órában, és hát ö, ez azért sokat segít. Milyen a fluktuáció önöknél? Nehéz helyzetben vagyok. Mert korábban nagy büszkén mindig azt mondhattam, hogy nálunk nincs szinte fluktuáció. Hát átírta a COVID ezt a helyzetet is nálunk, hiszen a COVID idején a 17 ápolóból hetet vesztettünk el, és hát ezt nem is tudtunk teljesen talpra állni. hogy veszítették el, tehát öm, hát a COVID nem, nem, nem elmentek. Nem, elmentek, igen, igen. Uh -huh. De részben az új szolgálati jogviszony miatt volt, aki elment, részben volt olyan, aki, aki ott maradt, ahol a COVID-ba áthelyezték, volt, aki végleg elment az egészségügy területéről, és azt mondta, hogy ő ezt, ezt, nem akarja többet. És hát így, így nem nagyon tudtunk még talpra állni. Még mindig van hiányzó, tehát egy, egy, egy üres állásunk még mindig van, ahova szakápolót várnánk, hiszen nagyon-nagyon sok szakápolási feladatunk van, amit nem lehet segédápolóval, vagy alacsony képzettségű ápolóval betölteni. Így hát egy kicsit, kicsit most éppen a szerveződés útjára léptünk ismételten. Ami még nehézségünk az az, hogy hát nem fiatalokkal vagyunk tele, ugye, hanem mindenki a nyugdíj közeli korba kezd lépni. Van olyan kollégám, ki már nyugdíj mellett dolgozik, és van olyan, aki most fog elmenni nyugdíjba. Úgyhogy igazából újabb veszteségeink lesznek, nem nyereségeink, de hát reméljük, hogy, hogy az újabb generációból talán valaki oda kívánkozik hozzánk. A fiatalok gyakorlati idejüket tudják ott tölteni önöknél, már mint egészségügyiekre gondolok. Igen, természetesen nagyon sok hallgatót fogadunk gyakorlatra, és a visszajelzések mindig arról szólnak, hogy jól érzik magukat. Tehát, hogy eleinte nagyon félnek, hogy vajon mi lesz ott, és aztán jól érzik magukat. Ezen az osztályon igaz, hogy nagyon sok energiát teszünk abba bele, hogy ők ott tanuljanak, hogy tényleg lássák, hogy mit, hogyan kell csinálni, és hogy megpróbáljuk egy kicsit a szemléletet beültetni, hogyha nem is a hospizba dolgoznak, azért a beteggel való bánásmód és a magatartás az legyen már egy evidencia. Önkéntesek is dolgoznak önöknél, nem is kevesen, úgy tudom. Igen, vannak önkénteseink. Az önkéntesek ugye azok az emberek, akik javadalmazás nélkül látják el a feladataikat, de nálunk ugyanolyan Kollégának tekintjük őket, csak másféle szaktudással. És hát van olyan. csinálnak ki... az önkéntesek gyakorlatban? Milyen munkát? Beszélgetnek a beteggel? Igen. igen, tehát leülnek a beteg mellé, felolvasnak neki, beszélgetnek vele vagy van, aki azoknak a betegeknek, akik nem tudnak, akihez nem tudnak gyakran járni azokhoz, beülnek, vásárolnak nekik, de leginkább ez, a, ez, a, ez, az együtt lét a beteggel, kitölteni a napját, hogy, hogy ne egyedül feküdjön az ágyba, mert hát akármilyen rendes emberek is vagyunk, kell látni, hogy a beteg az a alvási időszakon túl, egy-két órán túl egyedül van, fekszik az ágyban, és azon gondolkodik, hogy mi lesz vele. Tehát, hogy ennek a csökkentésére. Illetve most már harmadszor van olyan betegünk, aki ALS-es beteg. Ez az ideg sorvadásos betegség, ami során az izmok teljesen elsorvadnak, az idegi probléma Ez az a miatt. betegség, ami most ugye az országos hírre van, ez az alkotmányjogász jogász ember is szenved, ennek nincs gyógymódja. Nincsen, sajnos, de még csak lassítani se lehet, úgy tűnik. És mindenkit másképp érint ez a dolog. Most volt olyan betegünk, aki ott feküdt nálunk, és hát közel egy évig volt nálunk. És az utolsó fél évét már úgy töltötte, hogy sem beszélni, sem nyelni, sem mozogni nem tudott, A kívül mással nem tudott jelezni. Most ennek az embernek egész napos programot kell csinálni ahhoz, hogy emberi élet legyen. Méltó legyen, vagy Igen. méltó körülmények Igen. között lehessen. Ez tényleg nagyon nagyon, nagyon megterhelő. A Hozbizban ugye azt terjedte hogy ott, ott minden nap találkoznak az elmúlással. Ez mennyire viseli meg önöket, az ott dolgozókat? Vagy meg lehet ezt szokni? Na hát megszokni nem lehet. Ha már megszokja az ember, akkor már bele van fásulva, az, az pedig nem jó. Hogy, hogy mennyire visel meg, vagy, vagy hogy, hogy, hogyan érint bennünket, az mindig attól függ, hogy mennyi időt töltött ott a beteg nálunk fiatalok, Sokan, idősek, ugye ez sem mindegy talán. Igen, persze, természetesen. Az a nagy szerencsénk egyébként, hogy nem csak meghalnak a betegeink, hanem van, aki haza is megy. Tehát meggyógyulnak? Nem meggyógyulnak, hanem olyan terápiás változtatások következnek be, amivel javítható az állapotuk, kicsit még talpra állítjuk őket, és még néhány hónapig adunk nekik lehetőséget a további Nem igaz az, hogy a a hospice a halálháza, hanem az életháza, hiszen mi az utolsó napokat is életté akarjuk tenni. Nem egy, egy olyan haldokló beteggel beteget ápolunk, akit hagyunk a, a saját nyomorúságában szenvedni, hanem igyekszünk ezt az utolsó időt még valamennyire szépé tenni. Akár egy születésnap, akár egy névnap meg ünneplésével, vagy akár a karácsony meg ünneplésével. Vagy akár azzal, hogy kivisszük oda magunk közé, beszélgetünk vele, nézi, hogy mi mit és hogyan csinálunk, és hogyha viszonylag jó állapotú a beteg, akkor még alkalmasint segít is nekünk egy kicsit. Tehát igazából a családi életbe próbáljuk őt belevonni a mi hospiszos családi életünkbe. Én is jártam már a házban és láttam, hogy bizony vannak kórtermek, ahol feszület, ahol szentképek vannak a falon. Tiszteletben tartják a betegnek a, a vallási hovatartozását? Természetesen kezdettől fogva nagyon fontos volt számunkra, hogy ne csak a testi-lelki egyensúlyt próbáljuk meg megteremteni, hanem a a betegek spirituális igényeit is. És aki vallásos, és amilyen vallású, azt próbáljuk hozzá közelhozni. Senkinek nem mondjuk azt, hogy itt vallásosnak kéne lenni, és az sem, hogy itt nem szabad esetleg. Heti háromszor jön hozzánk katolikus pap, aki végig megy, körbe megy, beszélget a betegekkel, és áldást oszt illetve heti két alkalommal van lehetőség református lelkészre is, illetve most már van egy kollégánk, aki református lelkész, és mellette mentálhigiénikus. Tehát ő tudja azokkal, tud azokkal a betegekkel is nagyon jól bánni, akik nem vallásosok, és azokkal is, akik vallásosok. Tehát ez egy nagyon nagy áldás, hiszen, hiszen tudja, hogy kivel hogyan lehet beszélni, és természetesen soha senkire nem erőltettünk semmit. Judit, ugye azért kezdtünk el beszélgetni, mert ön a város Miskolc városnapján névódíjat kapott, és hát nem ez az első hát úgyis is mondjam, elismerése kitüntetése, hiszen 2002-ben a hospice területén végzett munkájáért a Magyar Köztársasági Aranyérdem keresztet kapta, és 2018-ban a Hospice Palliatív Egyesület által alapított Polc Ellen díj kitüntetésben is részesült, most pedig a Névó díj. Ez azért egy elismerés a hosszú évek munkájáért. Ez a díj kötelezi-e önt valamire? Minden díj kötelezett eddig is, hiszen amiért kaptuk, az nem csak egy elmúlt tevékenység, hanem feltételezi azt, hogy a továbbiakban is így fog dolgozni az ember. Én azt gondolom, hogy én ettől lejjebb nem tudom adni, mert ez, ez az én lelkem, ez az én személyiségem, tehát én, én erre vagyok képes, és, és őszintén mondom, hogy én nagyon szeretem ezt a munkát. És amikor az előbb arról beszéltünk, hogy sokan meghalnak, és többen kérdezik tőlem, hogy hogy tudok én ott dolgozni, akkor azt tudom mindig mondani, hogy nekem nagyon sok sikerélményem van a hospizban. Mert nem az a sikerélmény, amikor meggyógyul a beteg, hanem az, hogy én mit tudtam ahhoz hozzátenni, hogy ő jól érezze magát. Hogy mit tudtam hozzátenni, hogy csökkenjenek a panaszai, hogy lelkileg jobban érezze magát, hogy oda hívjuk a hozzátartozót, és hogy, hogy megtanítjuk őt arra, hogy hogyan kommunikáljon. Tehát rengeteg mosolyt kapunk azért, amit teszünk. És persze hát a, a pszichésen rossz állapotú betegek nem hálálkodnak, és nem is várjuk el. De amikor látjuk az arcukon azt, hogy, hogy, hogy örülnek egy-egy dolognak, akkor az mindig-mindig egy pozitív visszajelzés, hogy érdemes volt ezt csinálni. 42 éve dolgozom, ebből jövőre 30 éves lesz a hospice, tehát azt gondolom, hogy, hogy egy kitartó pálya áll mögöttem, és el is mentem nyugdíjba, és nem tudtam elhagyni a hospice -t. Hogy meddig lesz ez még így, azt nem tudom megmondani. Hát kívánjuk, hogy legyen még nagyon-nagyon sokáig egészsége, ereje, kitartása, hogy ezt a munkát végezze, és gratulálunk még egyszer a Miskolcváros város Duli Bán Lászlóné Juditot hallottuk. Köszönöm, hogy itt volt.